lett a gyermekvétel. Tűzoltók oltják a pirotechnikai eszközök miatt keletkezett lángokat. Minden évben történnek hasonló balesetek szilveszterkor idehaza. Ráadásul ugyanilyen gyakoriak az év utolsó napján a súlyos sérüléssel járó esetek is, amiket tűzi játékok okoznak. Ilyen eszközöket december 28-ától lehet vásárolni, de használni csak 31-én délután 6 és január 1-e reggel 6 óra között lehet. A tűzijáték árusoknak a rendőrség engedélyére van szükségük. Tolna megyében idén közel 20-an kaptak ilyet. A hatóság munkatársa azt mondja, fontos, hogy a pirotechnikai eszközök használatakor tartsunk be néhány alapvető szabályt. Az egyik legfontosabb az, hogy csak olyan helyen vásároljunk ilyen eszközöket, akik engedéllyel rendelkeznek, és ezeknek az eszközöknek a használati útmutatója magyar legyen. A fel nem használt tűzijátékokat az árusok kötelesek visszavenni. Általában ott személyt nem fognak találni, viszont biztosan egy telefonszámot, amelyet, hogyha felhívnak és egyeztetnek a bódé üzemeltetőjével, akkor a pirotechnikai eszközöket vissza tudják díjmentesen váltani. Az árusok egyébként már évek óta arra panaszkodnak, hogy bár kötelező lenne, szinte senki nem viszi vissza a tűzijátékokat.